Sziasztok, kedves barátaim! Örülök, hogy újra találkozunk veletek, és folytatjunk a témánkat, beszéljünk a könyveinkről, amelyik természetesen nem az én könyveim, hanem a szent könyvek, és rendkívül fontos minden ember számára, hogy ott legyen nála otthon, hogyha nem olvassa, akkor legalább ott van, nagyon csodálatos, hogyha elolvassa is, akkor megváltozik az élete, és hogyha próbál nem csak olvasni, hanem tanulmányozni a könyveket, akkor nem csak az ő élete megváltozik, hanem mindenkinek, aki körülötte van. Ma beszéljünk Sri Brihad Bhagavatamritáról. Ez a könyv, ez 500 év ezelőtt volt megírva, Sanatana Goswamival, egy csodálatos szent emberrel, aki egyenesen jött lelki világból. Sanatana Goswaminak nem volt előző élete ebbe a világba. Nem volt karmája. Ő jött azért, hogy összerakjon a transzcendentális tudás számunkra, és például egy ilyen könyvet megkapjunk tőle, ami ezen kívül több könyvet is írt. És amit itt rögtön lehet olvasni, maga a borítón, nagyon szép szöveg, figyeljetek. Kutatás a legfelsőbb úr kegyének lényege után. Milyen szép. Arról szól ez a könyv, aki elolvassa, az megérti, hogy lelki út, ez nem egy spontán hit, hogy én így gondolom, vagy én így gondolom, bármilyen út is jó, minden út ugyanoda vezet, de nem ugyanoda vezet minden út, mert hogyha mi Budapestről akarunk eljönni mondjuk Szegedre, akkor M5-ös, de hogyha valaki mondja, hát minden út elmegyek M7-esen vagy M1-esen, akkor nem Szegedre jövök, szóval nem mindegyik út. Ez arra utal, hogy a lelki téma, lelki út, ez egy tudomány, ez tudományos. És itt van egy személy, egy szent személyről szól, aki kutat Isten után, Isten kegye után, és milyen szinteken megy át. Szóval lehet látni, hogy itt vannak szintek bizonyos, és ezért nagyon jó, mint a térkép, amikor régen nem volt GPS, és én megyek, akkor térképen le van írva, hogy ha erre mész, akkor 50 km után lesz mondjuk Szentes. És mikor elértem a Szentes, akkor tudom, jó haladok, akkor közelebb vagyok már mondjuk Szegedhez. Szóval ugyanúgy itt is tudjuk látni, hogy ez egy tudományos út az egész, nagy tudomány, és vannak szintek, mikor elérök a szintet, akkor tudom, jó irányba haladok, mert közelebb jöttem a célomhoz. Itt van egy csodálatos gyakorlóm, aki halad ezen az úton, és akkor megy, közelíti Istent, és az is egy érdekes hatása a lelki útoknak, hogy hogyan tudok tapasztalni, hogy közelítek Istenhez. Egyik irányból az, hogy anyagi dolgok már egyre kevésbé engem zavarnak. A körülmények egyre kevésbé engem zavarnak. Én belül pedig párhuzamosan tapasztalom elégedettséget és boldogságot, amelyek egyre jobban növekszik és növekszik és növekszik. Szóval aki elolvassa ezt a könyvet, akkor ő megérti, mi a lelki gyakorlat, és hogy kell haladni az úton, sikeres lesz a lelki gyakorlatban, és átél ugyanazt a boldogságot, amit tartalmaz ez a könyv, ezt a boldogság energiát, Ananda Maya, ezt a lelki boldogságot. Képernyőn látjátok e-mail címet, ahova lehet írni, és rendelni ezt a könyvet, vagy akár milyen könyvet tudjátok rendelni, szent könyveket, ami nagyon fontos, hogy ott legyen mindenkinek a házába. Iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, mindenkinek sok boldogságot kívánok és elégedettséget. Hare Krishna! Azokon könyveken kívül, amit bemutatom nektek, van, látjátok, sokkal több, van kisebb könyvek, nagyobb könyvek, amit ajánlanék számotokra, és vannak ugyanakkor magazinok, itt lehet látni a magazin, ami Ajurvédáról szól. És ugyanakkor van
karmáról, többféle témáról lehet írni, és akkor akar több sorozat, egész sorozat magazinunkat tudjunk küldeni címetekre. És hogyha már megvan összes könyvetek, gratulálok, nagyon csodálatos. Hogyha még olvasol és a könyveket, akkor rendkívüli szerencsés vagy, de hogyha csak ott állnak a polcon, akkor is nagyon jó, mert ezek a könyvek különleges lelki energiával rendelkeznek, sok ember tapasztalja is. Ugyanakkor szeretnénk még ajánlani neked, hogy ezeket a könyveket lehet venni valakinek ajándékba. Barátoknak, rokonoknak, férjnek, feleségnek, testvérnek, bárkinek, mert ezek a könyvek képesek megváltoztatni másoknak életét, életünket, az én életem már megváltozott. Ez nem jelenti, hogy mindenki legyen szerzetes, nem kell, mindenkinek kell menni saját úton, és ez mellett tudjon boldog lenni és sikeres. Ez a lényeg, ezért lehet rendelni a könyveket és ajándékozni mindenkinek.